Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Ismét egy ilyen rendhagyó módon találkozunk ugye ezen az online tavaszi-nyári Nielsz premiéren. Nagyon sok szép újdonsággal készültünk nektek. Az első, vagyis hát az előadásomban az első mintám az egy akvarell minta lesz, amit express gyorsan fogok elkészíteni. Bízom benne, hogy már nagyon vártátok, azt gondolom ez egy ilyen kis hiánypótló, vagyis legalábbis a régebbi akvarelleket egy ilyen kis csodás palettára cseréltük le. Ebből fogok bemutatni nektek mintákat, és utána pedig designer zselével, abból is jelent meg új szín, egy magnóliát fogok megmutatni. Gyertek, tartsatok velünk! Nézzétek csak, először is ide erre a kis új palettánkra felkészítettem, feltettem a kis tippeket, amiket készítettem a mai napra, és ebbe ugye több új szint is szerint mindegyik nagy-nagy kedvenc, de én azért nagyon szeretem az ilyen kis rózsaszínes árnyalatokat, ez egy picikét azért nem az a neonos, ez a 133-as, ami egy ilyen gyönyörű szép szín, mellette lesek egyébként, mert sajnos nem tudom pontosan a színeket, és ezt lehet, hogy fel se írtam. Mindegy, mindent majd szépen el fogok mondani. Lényeg a lényeg, hogy itt egy kis pink unikornis porral készítettem. Itt vannak ugye az akvarellek, és mivel ígértem, hogy express gyors mintákat fogok bemutatni, így ezért egy ilyen kis ötszínű virágra esett a választásom, aminek az alapja is próbáltam összerakni nektek, nézzétek, hogyha vendégnek készítitek, hogy mit mivel tudtok így összerakni, így egy körmön belül is akár, két szint is fel tudtok használni, ez a 134-es, gyönyörű, csillogós, mert hát a csillogásból soha nem elég, ez az egyik, és ennek is a párja, ez a 133-as, amit egy pici fehérrel én világosítottam, és az van a tippemnek az alján is, egy kis porral, vagyis hát leginkább én ezeket a kis flakes-eket használtam, vagy nézzétek, akár ezekből is több árnyalatban lehet kapni. Mindig kérdezitek, hogy mi az, ami ilyen szépen megcsillog benne, tehát ezeket nyugodtan be lehet építeni a körömbe, nagyon-nagyon vékonyak, nagyon szépen csillognak, kisebb-nagyobb szemcsék szépen belefekszenek a körömbe, és ami a lényeg, amit, ahogy előkészítettem a tippemet, lefettem egy extra toppal, amit ugye visszamatítottam. Ami nagyon fontos az akvarellnél, hogy egy finom buffernek ugye a finomabb részével matítsátok vissza a felületet, hogy ne legyenek benne ugye a kis szemcsék, majd alaposan portalanítsátok le, és utána pedig tudtok rá dolgozni, de nagyon fontos, hogy ne fogjátok össze a kis ujjatokkal, mert minden szennyeződés, ami rákerül, utána már az nem fog megtapadni rajta az anyag, és nem fogjátok tudni szépen eldolgozni a színeket. Na, akkor térjünk rá erre a kis palettára. Nézzétek csak, 12 szín található benne, kicsit most már rendetlen, ahogy használtam, de ugye ezeken a kis fehér részeken nagyon szépen látjátok a színeket, össze tudjátok mosni. Itt nincs probléma, hogy meg fog maradni, ugye, mint esetleg régebben a tubusban. Itt teljesen az utolsó cseppig mindent fel fogtok tudni használni. Ugye vízzel fogjuk higítani, igazság szerint ez egy ilyen vízfesték. A színek intenzitását úgy tudjátok elérni, hogy több-kevesebb vizet használtok hozzá. És tényleg, tehát így most lehet, hogy ilyen nagyon sötétnek tűnik, de van benne nagyon szép kék, ez a szépia szín, amivel nagyon jól lehet majd kontúrozni, egy nagyon szép levélzöld, ez egy ilyen kis pinkes szín, fekete-fehér, de többi talán meg látjátok is. Ugye milyen ecseteket használhatunk hozzá? Tudjuk használni a Shadow Art ecsetet, ami egy természetes szőrűhegyben végződő ecset. Tudjuk használni a Shadow Pro ecsetet, ez is egy tökéletes, ez egyébként valaki pont rám is írt, hogy mi a különbség, hát ha megnézitek, egy pici különbség van azért a két ecset között, az egyik hosszabb és kicsit duddibb, a másik pedig kicsit rövidebb, tehát ezt a két ecsetet tudjátok használni, és kontúrozásra pedig a Line ecsetet, ő pedig
ő lesz, nézzétek csak, ez egy nagyon szép hegyben végződő ecset. Nagyon figyeljetek arra, hogy minden ecsetet tisztítsatok ki első használat előtt is, a hegyben végződő ecseteket, leginkább a kontúr ecseteket be kell avatni, meg kell vágni ugye a szőrszálakat, soha nem a hegyéből, hanem mindig a tövénél kell egy-egy kis szárat kivágni, vagy szálat kivágni belőle. Jó? Jó, annyit mondjunk el gyorsan, hogy ez az akvarell festék, ez sajnos nem érkezett meg időben, úgyhogy a Babettnél sem a végleges paletta van még. Egy héten belül meg fog érkezni ez az akvarell palettánk, úgyhogy ezt még a webáruházban sem, mármint hogy megtaláljátok, csak készlet hiányos, mert még sajnos nincs itt, de egy héten belül itt lesz, és abban maradtunk Babettal, hogy azért mutassa be, mert jó, ha látjátok, ugye egy hét múlva majd elérhető, sajnáljuk, hogy nem ért ide időbe, de ugye az akvarell festékekkel meg volt korábban az a gond, hogy beleszáradt a tubusba, szétnyílt a tubus egy idő után. Ezek a festékek ugye egészen addig megmaradnak, ameddig használjátok, úgyhogy ez tényleg szuper lesz. Ez így van, és akkor majd be tudjátok szerezni ugye ezt a szuper kis palettát, és igyekszek majd én közben is nektek ilyen kis mini videókat készíteni, hogy azért milyen mintákat fogtok tudni elkészíteni. Ugye ez egy kicsit másabb technika, mint a zselésfestés, erre is nyilván rá kell érezni, hogy hogyan kell vele dolgozni, de akkor mutatom is nektek, jó, az első kis mintámat, ami egy ilyen kis öt szirmú virág lesz, amit tényleg így nagyon-nagyon könnyedén el lehet készíteni. Igazság szerint ki fogunk jelölni, először is két színből fogom használni, az egyik ez a kis pinkes lesz. Felveszem az ecsetemre, ugye először vízbe már... Figyelj, olyat tudunk csinálni, hogy ez így alattad legyen? Alattam? Mármint, hogy a tipp alatt. A tipp alatt. És akkor tudod, rá tudok zoomolni magára a mintára. Így valahogy jó? Teljesen jó. Szuper. Uh-huh. Szuper, szuper. Jó, tehát felvettem ezt a kis pinkes színt az ecsetemre, majd az ecsetemnek a hegyével, nézzétek, csak ilyen kis foltokat fogok kialakítani. Pontosan ötöt. Ugye meghatározom az ecset, nem az ecsetnek, a kis virágomnak a középpontját. Bocsánat, majd én itt aztán valószínű forgatom, de nincs ezzel semmi baj remélhetőleg. Majd vízbe mártom az ecsetemet, és utána ebből a kis foltból elkezdem szépen, nézzétek, csak így kialakítani a kis szirmokat. Így, itt az első kis szírom, belenyúlok az anyagba, és szépen elkezdem kifelé elmosni. Akár még egy picikét tudom irányítani az ecsetemmel, hogy milyen legyen a kis szírom, és így megyek tovább. Hogyha nem elég vizes, akkor utána még a vízbe mártam, és nézzétek csak, és ennek pont az a lényege, hogy nem kell arra törekedni, hogy ezek a szirmok ilyen nagyon-nagyon tökéletesek legyenek. Ugye a természetben sincsenek. Ha picit több vizet használok hozzá, akkor pedig még halványabb szirmokat tudunk elérni. Bármikor vissza tudunk nyúlni. És így szépen kifelé így elmossuk, ugye kicsit ilyen dundibb, hogyha itt még szeretnénk, bármikor belenyúlhatunk, ha nem sikerül vízzel, nagyon szépen el tudjuk még mosni. Jó? Igen, és a Shadow Art ecsetet használod így most. Van, így van, és így. Ilyen gyorsan, könnyedén meg is kaptunk egy kis átmenetet, és elkészült az öt szírom. Most picikét, ugye ebbe a lilásba fogom az ecsetemet mártani, és ide alá fogok készíteni. És látjátok, tehát tényleg, hogy nem tart órákig, picike kis foltokat, és abból, ugye többféle technikája van ennek az akvarellnek is, tehát amikor ugye vizesebben felvisszük, és utána száraz ecsettel vissza szivatjuk, úgymond az anyagot, akkor megint egy ilyen kis kontúrosabb mintát kapunk. Jó, tehát elkészültek, most jönnek ezek a pici lilások, belenyúlunk, és ilyen kis simogató, elmosó mozdulatokkal alakítjuk ki. Bentről kifelé szépen elmossuk az anyagot. Alakíthatunk még picit a formáján, és ahogy ugye fogy az anyag, azáltal szépen halványodik el. Picit, amikor vízbe mártom, mindig egy kicsit leitatom, hogy ne legyen nagyon vizes, de ennek az akvarellnek ugye pont az a lényege, hogy legyenek ilyen szinte egészen áttetsző szirmok is,
mert akkor kapjátok meg ezt az akvarell hatást, és ne törekedjetek arra, mint mondjuk egy designer zselénél, hogy nagyon intenzív színe legyen, mert ettől ilyen könnyed, légies, szép, áttetsző hatása van. Nem beszélve arról, hogyha tettünk bele ilyen kis flittereket, doccokat, bármilyen kis csillámot, akkor azzal még nagyon szépen át fog alatta látszódni. Jó kérdés esetleg? Van valami? Hát majd a körmeid színe, de azt majd valamikor ilyen üres időben megmutatjuk. Igen. Nézzétek, hát gyorsan-gyorsan, új színek is vannak rajta, tavalyi színek is vannak rajta. De nagyon jól passzolnak egymáshoz. Igen, így van. És akkor nincs gond vendégeknél, se nem tudja eldönteni, melyik legyen. Mehet minden. Rész körül babett körmén. Ennyi, így van. Nézzétek, jönnek a levelek. Itt most ugye a zölddel szintén ilyen kis foltokat teszek a szirmok közé. Lehet egyet, lehet kettő kis levelet, és ugyanúgy, ahogy készítettem az előbb a kis szirmokat, ugyanazzal a technikával szépen így ki fogom mosni bentről kifelé, ezáltal kap egy ilyen kis színátmenetet, és tényleg, tehát pár kis mozdulat, mert minél tovább simogatjátok, ugye annál jobban elmossátok a színeket, sőt itt az ecsetnek a hegyével egy picit a meg tudjátok adni az irányát is ezeknek a leveleknek. Az alapot ugye visszabufiztad, lehetett volna matt extratoppal is? Így van, azt elfelejtettem mondani, tehát bátran, hogyha nem extratoppot tesztek rá és visszamatítjátok, akkor bátran matt extratoppal is tudjátok kialakítani is annak a felületére. És ha valaki designer zseléhez használta már a Shadow Pro-t, akkor érdemes egy külön ecsetet használni. Van. Mindenképpen érdemes külön ecsetet, mert a zselé ugye bevonja az ecsetnek a szőrszálait, és ezáltal utána nem fogja tudni felvenni a vizet. Jó, tehát ehhez mindenképp vagy jelöljétek meg, vagy tényleg egy külön ecsetet használjatok hozzá. Közben egy pici mozdulattal kialakítottam a virágnak a közepét. Ilyenkor még ebből a kis szépia színből, ami egy ilyen sötétebb barnás szín, egy kicsit keverhetünk a virágnak a színéhez, és még egy kicsit innen bentről, mivel olyan jó kis hegye van, nézzétek csak, egy picikét ezeket a szirmokat el tudjátok választani, ezáltal adtok neki egy ilyen kis mélységet, hogy ugye belül kicsit sötétebb, de akár több pici vonallal is még meg lehet árnyékolni. Csak most a szirmoknak a szélén megyek át még egy kicsikét. Ilyenkor állítva tartsátok az ecsetet, amikor pedig elmossátok a színeket, akkor pedig ugye fektetve kialakítok még pár kis pöttyöt, ezzel még egy picit kiemeljük a virágnak a közepét, és ha hiszitek, ha nem, elkészült az első minta. Tehát tényleg most még azt gondolom, hogy lassan is készítettem, tehát ilyen gyorsan el tudtok készíteni szalonban is egy ilyen kis ötszírmú mintát. Nyilván most egy picit nagyobb tipre készítettem, de ugye megjelentek ezek a picikek is tippek. Ugye ebből van a nude és a fehér, tehát ezekre is így gyakorlásképpen, meg azért talán így a szalonkörmökhöz jobban hasonlítanak. Jó? Majd, ha megszáradt, ugye érdemes két rétegben lefedni az akvarell mintákat. Én most extra toppot használok hozzá. És talán ilyenkor látszik igazán, hogy milyen szépen az alatta lévő kis csillogás. Nézzétek csak, nem tudom mennyire adja vissza a kamera. Szuper! Jó, tehát két rétegben szoktam lefedni vendégnek, nyilván itt a tippen most csak egyben fogom, egy 5-10 másodperc köttetés után szoktam rátenni a következő réteget, és azt ugye teljesen kiköttetjük. De amíg ez bent lesz a lámpában, nézzétek, csak én ezt gyorsan, még hogy egy kis inda mintát is mutassak nektek, amit elkészítettem, addig egy nagyon picit ezt becsukom, és a kontúr fehér zselénkkel és a nullás long ecsettel gyorsan a már elkészített kis tippet még egy kicsit felturbózom, még pedig úgy, hogy húzok rá egy kis vonalat, úgymond megfelezem, így ez
ezzel az ecsettel nagyon szuper vékony vonalat tudtok húzni, de ezt akár a fehér spider zselével is el tudjátok készíteni. És nézzétek csak, szerintem sokat nem láttátok nálam ezt a kis ecsetet, ami nulla sort névre hallgat, de hogy nagyon megszerettem az utóbbi időben, és azt gondolom ezekhez a kis picike kis inda mintákhoz tökéletes. Sokszor probléma az, hogy nem tudtok vékony kis vonalakat húzni, túl nagy az ecset, vastag lesz. Na, ezzel a sort ecsettel biztos vagyok benne, hogy mindenki tényleg ilyen kis nagyon szép kis inda mintákat fog tudni húzni. És itt is úgy készítem, hogy belemártom ugye az anyagba, és szépen egy pontba behúzom egyik oldalról, másik oldalról, és tehát ezzel tényleg nem tudom, hogy tud-e valaki vastag vonalakat húzni, mert hogy ilyen szép kis finom inda mintákat tudtok húzni bele. Innen is egy-két mintát, és nézzétek csak, tehát tényleg ilyen szép kis kiegészítő elemként ezekkel még fel lehet dobni ezeket az akvarell díszítéseket. Akár mehetnénk még tovább, nyilván ameddig van hely, addig nem szoktam abba hagyni, és mindig még egy pici. Ilyenkor az ecsetet belemártom a kontúrzselébe, a végére felveszek egy picit nagyobb mennyiséget, amikor lerakom, akkor mindig egy picit még várok vele, hogy egy kicsit az anyag folyjon le a tip felületére, és így szépen megdíszítem. Jött egy olyan kérdés, hogy azt a 12 színt, ami benne lesz ebbe az akvarell palettába, azt ők válogatják össze, vagy hogy lesz? Nem. Ezek fix színek. Igazán Babett is erre közösen válogatták ki, hogy mik azok a színek, amire mindenféleképpen szükség van. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó összeállítás. És a másik, amit kérdeztek tőled, hogy valaki volt nálad továbbképzésen, és ott jól emlékszik, hogy géllakkot és fedőlakkot használtatok az akvarell hatáshoz? Géllak és igen. Tehát géllakból és designer zseléből is el lehet készíteni akvarell hatást. Nyilván nem ugyanaz, mert azt gondolom, hogy akvarell festékkel lehet a legcsodálatosabb, tényleg legszebb mintákat elkészíteni, de elkészíthető igen géllakokból is, és designer zselékből is. Jó, ide is még természetesen egy-két kis indát kiegészítésként, addig ugye a másikat már be is tettem a lámpába, és tényleg, hogyha csak egy-egy kis díszítést szeretnétek, és ilyen nem harsány színeket, hanem ilyen kis visszafogottabb díszítéseket, akkor erre azt gondolom tökéletes az akvarell. Várjál, Babett, rosszat nyomtam, megfordult a kamera. Na, akkor zoomolni akartam. Igaz, zoomolni akartam, megfordult a kamera, de kijavítottam. Most már oké? Uh-huh. Jól van. Egy-két ilyen kis inda mintát tettem, igazság szerint rá is elkészült ez a kis minta is, jó? Úgyhogy... A csillámos oldal, amire az indákat festetted, az mivel készült? Mondom, a Hypnotic 134-es új, gyönyörű géllakunkkal. Szuper. Szerintem, ugye az volt a kérdés, ennél nézzétek, csak igen, benne vagyok. Aha. Szupi. Jó, ez pedig a 133-as, a másik, csak annyi, hogy én egy pici fehérrel kevertem, hogy egy ilyen pasztelesebb, halványabb alapot kapjak. Jó, akkor ez volt, de tényleg így azt gondolom, hogy ez nagyon kismutatós. Mindjárt ide egymás mellébe is tesszük őket, és akkor jöhet a következő kis minta, ami egy írisz lesz, és ahhoz pedig nézzétek csak ezt a gyönyörű új Hypnotic Diamond színünket választottam. Azt gondolom így is, ha akár az összes ilyen gyönyörű csillogós, és mellette egy kis fehér alapon, akár valamilyen kis flakes-el megbolondított csillámos alapot készítetek, szerintem tökéletes egy szál virág, vagy ugye csak pár kis szirmot tesztek rá. Tehát tényleg ezt nem kell túl gondolni, ezeket az akvarell díszítéseket, és pont azért jól látjátok, hogy most éppen nem is kontúroztam meg lehetne természetesen, de akkor már ugye azt a kis igazán könnyebb, légies hatását ugye elvesztem. És a mattfedő nem húzza el az akvarellt? Nem. Jó. Teljesen tökéletes azon is. Jó?
És akkor nézzétek, csak talán bent vagyok. Uh-huh. Oké, okay. És akkor most ugye ki fogjuk alakítani, először itt is ugye, aki egyébként nagyon kezdő és még abszolút nem dolgozott akvarellel, nyugodtan a Line Chat-tel a körvonalakat meg tudja rajzolni, mert utána ezt vissza tudjátok ugye higítani. És azért nagyon jó, ha valami nem úgy sikerült, vizes ecsettel, tiszta ecsettel vissza tudjátok. Persze. Hoppá, hoppá, hoppá. Higítani, jó? Vagy akár úgymond leradírozni is. Kezdjük ezzel a középső kis szirommal. Hát valahova ide tesszük, nézzétek, és talán látjátok, hogy ugye ez a része egy picikét sötétebb. Így oda fogom tenni ezt a kis sávot, és onnan fogom az ecsetemmel így szépen kialakítani ezt a kis szirmot. Közben megválaszolok egy kérdést, hogyha valami lemaradt a rendeléseteknél, akkor sajnos hozzátenni már nem tudjátok, úgyhogy egy új rendelést kell, hogy leadjatok. Úgyhogy akkor maximum, és nem fogják tudni a boltba összevonni sajnos a rendeléseket, mert ahogy említettem, automatikusan húzza be a rendszer és készíti a számlát, úgyhogy nem tudnak a lányok belenyúlni. Úgyhogy jól gondoljátok meg, mielőtt leadjátok, meg szerintem itt nagyon sok érdemes megvárni. Igen. Van összeírni közben, igen. Talán ez a legjobb, és akkor egyszerre, amikor már így körvonalazódott, hogy mit is szeretnének, gondolom mindent is, mert nagyon nehéz a választás, tényleg nagyon sok szép új anyag jött ki. Az akvárt ecset is jó hozzá, Babett? Igen, igen, akinek az van, az is tökéletes. Oké. Okay. Az akvarell palettát egyelőre nem találjátok a webáruházban, illetve készlethiányos, kb. Egy hét múlva lesz, és 6990 lesz az ára. De nagyon-nagyon sokáig elég tényleg, tehát annyira minimális anyag kell belőle, látjátok, hogy tényleg csak egy picikét épp az ecsetem hegyére veszek, és nagyon szuperül lehet vele dolgozni, és itt tényleg az utolsó cseppit fel tudjátok majd használni. Közben szépen alakítgatom ki a kis virágomat, kicsi foltokat teszek, és utána ugye, ahogy belemártom az ecsetemet a vízbe, és kezdem bentről kifelé ugye elmosni ezeket a kis szirmokat, úgy fog szépen, nézzétek, így el vékonyodni, világosodni maga az anyag, és ezáltal éritek el ezt a kis színhatást. És itt egy lépésben kialakítjuk ugye a fény és árnyék hatást, itt nem kell több rétegben átmenni rajta, és tényleg nagyon-nagyon kis mutatós díszítés. A lila színt keverted, vagy benne volt a palettán? A lila színt kevertem, a sötét kékből és ebből a pinkből. Nézzétek csak, itt van egy ilyen sötét kék. Jaj, bocsánat. Jó, várjam. Oké. Okay. És ez a másik szín, ebből most kicsit több a mindjárt, meg még a tetején, ahogy kevertem össze. Nézzétek csak. Ennek a kettő keverékéből. És azért ugyan ezek így alapszínek, de hogyha elkezditek keverni őket, gyönyörű szép árnyalatokat fogtok megkapni, és ezeket a keveréseket, hogyha szeretnétek majd így, sajnos most mindenre nincs idő, de majd megmutatom nektek, hogy mit mivel érdemes, jó? És a katalógust meg mindenki automatikusan meg fogja kapni, úgyhogy aki rendel, azoknak automatikusan be lesz rakva az új katalógusból is egy, és ez nem csak a mai napra vonatkozik, hanem a közeljövőben, illetve a közeljövőben ott lesz majd egy gomb, amivel választhattok, hogy van már új katalógustok, vagy szeretnétek. Úgyhogy ez is automatikusan megy, ahogy ma a két ajándék is minden megrendelés mellé automatikusan jár. Jó! Úgyhogy érdemes most egy pici narancs és sárga keverékével fogok még egy pici színt ide belemosni ebbe a kis sziromba, meg ebbe. Majd jönnek a levelek. Jó, itt is bátran a levelekhez még tudunk tenni egy kis virágnak a színéből egy kis lilát, hogy kicsit jobban harmonizáljon. Van ez a kis világosabb zöld, abból is bátran lehet hozzá keverni zöldet sárgával, akkor egy világosabb árnyalatot kaptok. Úgyhogy szerintem szuper, tényleg itt aztán... Babett, az akvarelles ecseteket hogyan ápolod? Mert valaki írja, hogy neki már negyedik használat után elkezdett szétállni. Hát igazság szerint simán vízbe szoktam kimosni, és amire figyeljetek, tehát nekem van egy olyan ecsetem, amikor így feloldom úgymond a festéket, hogy ugye, ahogy elkezdjük így mosni a színeket, hogy nem állítva is rányomva, hanem mindig óvatosan és forgatva, hogy nézzétek, csak így szépen hegyben összeálljon.
mert sajnos egy idő után, hogyha nem szépen bántok vele, de én csak vízben szoktam egyébként kimosni. Köszi. Jó, tehát ennyi, mindig védőkupakot érdemes rátenni. Itt egy picikét kialakítjuk, nézzétek csak a szárát, és ahogy, na ez túl barnás lett, szépen a leveleket így kicsit lenyomjuk, és itt a virág mellett fölfelé elvékonyodva szépen kialakítjuk. Jó, erre is teszünk egy levelet. Így, és itt is, akár itt a két szirom között picikét kihúzzuk. És igazság szerint ezzel akár meg lehet majd borondítani természetesen itt is ilyen kis félgyöngyökkel, vagy akár még egy pár kis vonalkát belehúzhatunk itt is, akár föntről lefelé. Hogy járunk idővel, mert csak dumálok, aztán... Ó, még csak 27 van bevett. Nagyon jó. Mert ez tényleg nagyon gyors, egy picikét majd ugye a zselés magnólia az egy picikét több időt vesz igénybe, de azért azt is igyekszem majd gyorsan megmutatni. Kérdés esetleg? Van valami? Nézem. Oké. És elkészült ez a kis mintánk is. Jó, most ugrik a majom a vízbe, hogy rákerül a fényzselé. Ilyenkor nyilván minden esetben meg kell várni, hogy megszáradjon. Sőt, még tudjátok, mit lehet egy picikét így körülötte megárnyékolni. Egy picit ilyen lilás sor. Itt a tippet az jót tesz neki. Egy pici keretet, amit egy kicsit elmosunk. Na és pont azt, amit mondtam, ha bár lehet, hogy itt talán a gyurmaragasztó miatt, ezen a részen, hogyha itt, nézzétek, csak egy picit összeugrik az anyag. Ezért nagyon fontos, hogyha a vendégeteknek is majd előkészítettétek a körmét, mielőtt elkezdenétek rá díszíteni, fontos, hogy akkor már ne nyúlkáljon sehova, mert akkor bizony nem fog sikerülni a közben érjek, hogy nagyon szép, imádom Babett munkáit. Illetve jött egy kérdés, hogy lesz-e nélkemp idén? Hát, én nem, nem nagyon látok erre esélyt. Mennyi idő alatt szárad meg a festék, mikor rakhatom rá a fényzselét? Már meg is szárad. Tehát abban a pillanatban szinte, hogy feltettük, egy-két másodpercen belül úgymond megszárad. Főleg itt most, ha bár a lámpák fényétől is, nagyon-nagyon meleg van, és igen, gyorsan, ezek a lámpák fűtenek, igen. Szárad. Jó, úgyhogy nézzétek csak, el is készült ez a kis írisz. Ugye két egyforma minta nincs, de ezzel nincs is semmi baj, és tényleg itt bátran, nyugodtan játszatok ugye a formákkal, a színekkel, közben elkészült ugye a lámpába ez a kis akvarell minta, úgyhogy... És utána nézzük meg a körmeidet. Jó. Szerintem nézzük meg, mert utána nézzük még kérdés meg, lesz. Csak úgy messziről. Jaj, nem. Jó. Messziről. Tehát a bal kezemen van az új 141-es, 139-es, 138-as, ez ami legutóbb jelent meg. Ez mind hipnotik egyébként, ez a 102-es, és ez pedig a 91-es. A jobb kezemen van a kicsikén a 121-es, ez viszont egy gószín, az volt kéznél, ez a 101-es, 102-es, 53-as, és ezen a szegény nagy ujjamon pedig a 138-as új szín, gyönyörű. Szerintem, Babett, oké, köszönjük, de majd ezt fotózz már le nekünk a körmedet is. És ráírjuk. És majd a grafikusok ráírják a számokat, lesz, mert tényleg nagyon-nagyon jól passzolnak ezek a színek egymáshoz. És... tényleg minden körmed más színű, de szerintem marha jó. Szerintem is. Megmondom őszintén, ez a zöld, még gyorsan itt megmutatom, ez annyira nem én vagyok, amikor megláttam, de így viszont lehet, hogy ő is felkerül hamarosan. Meg az új gyönyörű sárga, ami van a kicsikében, látjátok itt egy kis porral, meg van a Magic 8-assal bolondítva, és hát ez a csodálatos kis új, mi a szép neve? Splash. Azaz, még tanulni kell. Matt top, szerintem ez is egy nagyon különleges hatást
arra ezeknek a kis színeknek, ha valaki szeretne egy kis vagánságot esetleg hozzá. Mindjárt előkészülök, ott eltűnt a következő tippem. Nem, megvan minden, hogy tűnhetett volna el. Ami pedig, nézzétek csak, ezekből sokan írtatok rám, hogy ugye ezt bemutatom, hát természetesen, hogy be fogom mutatni. Szerintem ez egy ilyen nagyon nagy kedvenc, ez a magnólia, és ezt a felső mintán egyébként géllakkal van elkészítve. Én most az új dizájnert is fogom használni, mert hogy nem tudom, mutattál már be valaki, vagy Erika használta, de azért mutass meg. Nézzétek csak, milyen gyönyörűséges a pink nevet kapta. Egy picikét lilás beütése van, nem tudom így egyébként a kamerán. Jól adja vissza a színét. Jól adja vissza. Uh-huh. És nézzétek, ez is, amit én így passzintottam hozzá, ez pedig a régi, de szerintem gyönyörű szín, az 53-as. Ugye ez az új színünk a 135-ös. Itt ebből a két színből készítettem egy kis ombrét, és ehhez pedig, ami nekem igazán nagyon nagy kedvencem, most kettőt hoztam ugye, az effekt topok, tehát ez akár önmagában is egy nude körben is gyönyörűen megállja a helyét, tehát ha van alatt a szín, azt gondolom még szebb, és egy ilyen nagyon szép pinkes csillogása van, ugye van a golden és a türkiz, uh-huh. Ugye ez a három. Úgyhogy játszatok vele bátran, úgyhogy én ezt mindjárt fogom is használni, előkészítem a kis palettának, közben őt visszatesszük. Ha mondjuk ezt nem akvarellel festenéd meg, igen, akkor géllakkal készítenéd, hipnotikkal vagy designerrel? Ebben a sorrendben. Tehát bármelyikkel tényleg működik. Az, hogy esetleg melyikkel a leggyorsabb, akkor azt mondom, hogy az akvarell. Mert látjátok, hogy milyen könnyedén ugye ki lehet alakítani itt a színátmenetet, és most megmutatom nektek designerrel, ott viszont úgy kezdtem, hogy fogok ugye egy alapot készíteni. Egy picit a palettát letisztítom, amire mindjárt kiveszem a színeket, és azt fogom majd beárnyékolni, ha géllakkal készítem, egyébként akkor is nagyobb részben készítek egy világos alapot, és azt árnyékolom tovább. Na, akkor mindjárt megkeressük, nézzétek, csak itt van egy másik, ugye már lekopott róla, tehát a zseléhez egy másik shadow art ecsetet fogok szintén használni. Teszek ide ki egy kis fényzselét. Jaj, bocsánat, hova menj, ezt itt jó, ha neked jó. Jó, majd mindjárt ki is szedem a színeket, vagy pedig majd itt fogom összemosni, és nézzétek, ezt a nagyobbat terveztem bemutatni, valahol itt jó leszek? Uh-huh, tökéletes. Szuper. Tehát először is felfogom fehérrel, ugye dizájner zseléket használok, felfogom festeni a kis mintának az alapját. És azért nagyon jó ez a shadow art ecset, mert hogyha szépen úgy veszitek fel az anyagot, és minden esetben, mielőtt alapot festetek, bele kell dolgozni, bele kell forgatni, hogy ne csak a hegyén legyen, hanem bizony az ecsetnek a pocakjában is legyen anyag. Most lehet, hogy így első lépésben egy picikét világos lesz, és nagyon nem is fogjátok látni, mit művelek, mert ugye ez egy világos alap, de azt gondolom, hogy ezen meg annyira jól mutat ez a kis lilás, pinkes virág, és mellé nyugodtan tényleg bátran lehet tenni élénkebb, intenzívebb színeket. Jó, tehát első lépésben vékonyan felviszem a kis szirmokat, ugye ez a kis magnólia több kis szíromból áll, attól függ, hogy milyen állapotában fogjuk ezt itt megfesteni, hogy akár egy kis bimbót, akár olyat, ami már kicsit ki van nyílva. Annyira nem látszik a kamerába különben, hogy mit csinálsz. Igen, végülis teljes egészében akkor az alapnak az alapját festem fel, így van. Most ugye ezt a középső részét is lesz egy ilyen kis szirom, ami erre kicsit így lehajlik. De mindjárt meglátjátok, ha megvan az alap és elkezdem árnyékolni, akkor azért majd jobban itt elő fog tűnni. Így mi? Az a lényeg a zselés festésnél, hogy az alapja mindig, és nem is fogok tenni, ha bár nem tudom, hogy állunk idővel, annyi szirmot,
Lehet akár 35. Kicsit. 35. Mert ilyenkor jön az, hogy egy kicsit itt árnyékolunk, ott világosítunk. Na de, megvan az alapja, beteszem a lámpába. Ilyenkor villámköttetéseket végzek, majd utána elkezdem szépen árnyékolni, amihez használom a burgundi és a plám színt. Ez lesz az egyik árnyékoló színünk, amivel kezdjük szépen úgymond beszínezni a virágot. Kezdjük ugye ide a közepéhez, teszünk egy pici háromszöget. Ugye ezt a részét, majd törlöm az ecsetemet, és most fogom használni, ezt is ide teszem, ez az új pink, majd hozzá a kis baby pink színünket. Ők lesznek a mi kis színeink, ami ugye rákerül a virágra, de hogy már ne legyen olyan, ehhez még teszünk egy kis pinket, a soha nem árt. Neon pink. Uh-huh. Így van, így van. Az az igazság, mindig keverem a színeket, nagyon ritkán dolgozok tiszta színekkel, sajnos ez egy ilyen hibám is, mert sokszor nem is tudnak követni. Most benne vagyok, bocsánat. Nézzétek, szépen felteszem mellé ezt a kis pinket, és belenyúlok a sötét színbe, és elkezdem eldolgozni, összemosni az anyagot, és haladok szépen a csúcsa felé, apró pici mozdulatokkal. Majd mivel azt szeretném, hogy a csúcsa legyen a legvilágosabb, azt kitöltöm ezzel a kis babarózsaszínnel, és fontos, hogy a színek között ne legyen átmenet, ilyenkor ott is picit összesimogatom. Oké, jöhet a következő szín. Ugye jön ez az alsó szirom, ecsetnek a hegyével szépen kialakítom azt a részt, ahol szeretném, hogy ugye sötétebb legyen. Az ecsetet folyamatosan törlöm a papírtörlőbe, majd mellé felviszem az új színünket, ugye a pinket. Az a lényeg, amikor mossátok össze a színeket, hogy mindig lapos ecsettartással tartsátok az ecsetet, tehát soha ne állítva, mert különben akkor nagyon-nagyon csíkos lesz, és nem fogjátok tudni szépen összedolgozni. És pici, apró kis mozdulatokkal, nem szabad nagyon rányomni, mert különben fel fogjátok szedni az anyagot, így dolgozzuk össze. És mivel ezek a dizájnerek annyira pigmentáltak, tehát van olyan, amikor ugye az embernek nincs annyi ideje szalomba, akkor nem megyünk át rajta 66 rétegbe, hanem bizony nyilván, akkor nem egy ilyen nagyon kidolgozott mintát kapunk, de így is nagyon szép átmenetet tudtok elérni. Most készítem ezt a kis szirmot, és így minden egyes kis részt ki fogok tölteni. És még van itt oldalt egy kis szirom, aminek ugye ez a része lesz majd a sötétebb. És hogyha ez a minta, vagy ugye nem is a minta, maga technika benne van a kezetekbe, akkor dizájnerrel is azért viszonylag, én azt gondolom, hogy gyorsan lehet díszíteni. Ugye itt nincs az, hogy nagyon elmossátok, itt ti tudjátok szabályozni az anyag mennyiségét, ha még rámentek ugye köttetés után, akkor ugye intenzívebb színeket kaptok. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon-nagyon szuper anyag. Szerintem biztos nagyon-nagyon sokan használjátok is. Van és igen, és gyorsan lehet úgy használni, hogy te is, hogy palettába tartod eleve, és akkor tényleg, ha festesz vele, akkor nem kell egyesével tégelyeket nyitogatni, hanem csak a palettából szedett ki azokat a színeket, amire szükséged van. Nem beszélve arról, ugye, hogy előre ki tudtok akár színeket is keverni, és amikor jön a vendég, akkor csak kicsapjátok a kis palettát, és innen tudtok dolgozni. Úgyhogy mindenképpen szerintem ez így nagyon jó megoldás. Ezen még egy picit... Jaj, bocsánat, mert egyet tekertem rajta. Nem az, most már jó. Most már jó, köszönöm szépen. Shadow Art ecsetet használsz most. Shadow Art, igen. Ezt is szoktátok kérdezni, hogy most miért ezt, miért azt. Hát változó, mikor melyik akad a kezembe. Én mind a kettővel nagyon szeretek dolgozni. Tehát tényleg itt inkább a nagyságától függ, hogy mikor melyik megy a lámpába. Közben egy nagyon csöpp feketével fogom sötétíteni a sötétebb színünket. Kérdés, hogy a palettával nem sűrűsödik-e be az anyag? Nem. Jó. Nem. És én elhasználom, tehát nincs ideje besűrűsödni. Úgyhogy azt nem tudom, hogy mi van, hogyha mondjuk egy hónapig áll, mert ilyen nem igazán szokott előfordulni.
de nem. Olyan már volt, hogy oktatni voltam egy helyen, közben gyorsan elmondom, mit csinálok, ezt a sötétebb színt, amit feketével kikevertem, mindenhova, ahol szeretném, hogy még kicsit sötétebb legyen, rögtön felteszem, hogy ne kelljen annyit törölni az ecsetemet, és időt spóroljak egy picit. Jó, tehát az árnyékosabb részeket, amit szeretnék még jobban kiemelni, oda feltettem ezt a színt, és ott be volt csukva ugye a kis palettám, de fölöttem volt egy üvegtető, ahol tűzött be a nap, és akkor viszont sajnos belekötött. De hát nyilván arra figyelünk jobb esetben, hogy nem tűző napra tesszük ki a palettát, mert akkor bizony még ezen a fekete palettán is beköt az anyag. Kérdés, hogy ugye ezeket a designer színeket ki is lehet-e keverni az alapszínekből? Igen. Igen. Illetve, hogy elmondanád, hogy szerinted mik azok a designer színek, amiket érdemes beszerezni? Ez is egyébként ilyen tipikus kérdés, és tökre megértelek benneteket, mert nyilván nagyon sok, nem is tudom hány színünk van egyébként, nagyon sok most már, és meglátjátok, ha elkezditek használni, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb meg fogjátok venni majd az összeset, de hogyha alapszíneket, akkor mindenképpen fehér, fekete az kell. Egyértelmű. Hát, ugye piros, kék, azt mondanám, hogy abból tudtok mondjuk lilát, de én azt gondolom, nem tudtok ilyen gyönyörű, mint ugye ez a plán, vagy ez a burgundi szín. Attól függ, hogy milyen a vendégkör, hogy mi az, amit szívesen látnának a körmükön. Tehát mindenképpen legyen egy sötét szín, akár ez a lila, vagy mondjuk egy piros, amit tudtok egy pici feketével akár bordóvá tenni, és a pirosból tudtok keverni egy világosabb rózsaszínt, a lilából egy világosabb lilát, tehát igazság szerint ilyeneket zöld, és a sárga azt gondolom azt is, tehát ez a militári egy nagyon-nagyon szép szín, úgyhogy az is. És közben Somorjai Fanni barátnőd megnyugtatja az embereket, igen, hogy 3 éve kevertél ki neki egy tanfolyamon egy designer színt, igen, és hogy az még azóta is teljesen jól működik, úgyhogy nem sűrösödik be, nem lesz baja. Köszi Fanni, szupi! De reméljük azért használod, nem csak ott áll és figyeled, hanem azért egy kicsit használatban is vannak azok a színek. Most, miután beárnyékoltam, most fogom világosítani, most egy pici fehéret teszek azokra a részekre, amit ki szeretnék emelni. Ugye ezek leginkább azok a virágnak a csúcsai. Egy picikét. Hívni. És ilyenkor esetleg, hogyha már túl köttettük, vagy megköttettük nagyon az anyagot, és nem tudjátok olyan szépen eldolgozni, ilyenkor jön a fényzselé, amiben belemártom az ecsetemet, picit lehúzom róla, és azzal dolgozom el. Jó? Tehát ezzel tudtok még egy pici fényt adni ezeknek a kis szirmoknak. Hívni. Ide még egy picikét. Óvatosan a fehérrel, nagyon-nagyon pigmentált, úgyhogy pillanatok alatt itt az egészet, amit előtte készítettetek, színátmenetet, el tudjátok esetleg rontani. Folyamat törlöm az ecsetemet, és szépen így árnyékolom, vagyis hát most már világosítom magát a kis szirmokat. Teszek ide a csúcsára is egy picit. Ilyenkor egyébként még lehet nyugodtan, bátran még egy kis mélységet adni neki. Én idő hiányába egy picikét belehúzok, használom a zöldet, a militári zöld, ez egy gyönyörű, szép, tényleg levélszín. Ezzel kialakítom így a kis gírbe-gúrba szárát, azaz. Ilyenkor, hogyha a vendégnek 2 körmén készítetek mintát, mindig leellenőrzöm, hogy hova is tartson, vagyis hol legyen a szára, és akkor ugye össze tudjátok kötni. Én előszeretettel csinálok mostanában egyébként ilyen kis mintákat, ami 2 minta ad ki egyet, és ez szerintem nagyon jó pofa, mégis van ugye 2 kis díszítés rajta, ide is a ilyen kis ágasbogas, akár ide is mehet, ilyenkor ugye ezt akár 0-ecsettel is meg tudjátok rajzolni, de akár így az ecsetnek a hegyével is. Majd készítek egy kis levelet, amihez egy pici sárgát, fehéret keverek, és ezzel fel fogom festeni ide a virág mellé a kis levelemnek az alapját,
úgy, hogy egy kicsit rá is lóg a virágra. Jó, itt a fényzselében miért forgatod még bele a színt? Az ecsetemet forgattam bele, hogy könnyebben el tudjam mosni a designer zselét, mert ugye, ahogy folyamatosan tesszük a lámpával, nem beszélve arról, hogy én itt most egy picit több időt tettem bele, mert hogyha ez az 5, max. 10 másodperc van LED lámpába, akkor még a designer zselének van egy ilyen kis ragacsos rétege, amit sokkal könnyebben el tudtok dolgozni. És ilyenkor ugye, hogyha megköt nagyon az anyag, akkor érdemes egy pici fényzselébe megforgatni, és úgy elmosni. Csak arra figyeljetek, hogy miután megforgattátok, utána mindig egy picit töröljétek le az ecsetet. Jó, hogy ne legyen nagyon-nagyon fényzselés, mert akkor nem fogjátok tudni megint csak szépen elmosni. Jó, itt is készítek egy kis színátmenetet. Itt használtam a militári zöldet, a sima zöldet és a sárgát, de nagyon szép neon színek is vannak, azokkal is bátran lehet kísérletezni. Jó. Akár ide is egy ilyen picike kis levelet. Hogy állunk idővel? Lassan? Lassan? Lassan, lassan, igen, vége. Lassan, lassan. Mennyi van még? 3 perc. Nagyon jó. Az pont elég lesz arra, hogy megmutassam még. Nyilván ilyenkor még egy pici sötéttel én azért még kicsit nézzétek, tehát ezeken a részeken itt bátran. Várjál. Ne. Gyere. Merre, oda. Így jó. Itt vagyok. Tehát ezeket még lehetne egy kicsikét sötétíteni, vagy akár ugye egy kis nullás ecsettel még a leveleket picikét így megkontúrozni, szépen kihúzni kis erezeteket, akár itt egy picikét még kiemelni, de idő hiányában ezt most egy picikét elhagyjuk, oké. Egy percre visszateszem, nem egy percre, tehát 10 másodpercre, amíg előkészítem az Effect Golden fényzselénket és a pinket, amivel még egy picit meg fogjuk turbózni, mert a csillogásból sosem elég, és nagyon szépen, amit egy ilyen kis videóban is talán ott mutattam nektek, hogy nézzétek, bátran még a teljes fedés előtt ki tudjátok emelni ugye ezzel a kis aranyossal, aranyos, de jó, magát a szárát, levelet, picit ráhúzzátok, és ezzel a kis pinkessel pedig a virágnak a, összanyoltam, a szírmait. És ez egy leginkább majd akkor fogjátok látni, amikor rákerül a fényes elé egy ilyen nagyon szép csillogó hatást. Így is látszik már különben, szerintem igen. Nem kell vastagon, egy picike kis fényt. Nyilván, hogyha szeretnétek, akkor lehet bátrabban. Ez is elég, egyébként egy 5-10 másodperc elég, és akkor jöhet az extra top. És akkor fog igazán látszódni, hogy milyen csodásan csillog. Nézzétek csak. Uh-huh. Talán látszik. Igen, igen. Nyilván ezt is még kicsi vékony vonalakkal körbe lehet kontúrozni, megbolondítani, de azt gondolom, akár egyet, akár a kis kis bimbóval együtt készítitek, úgyis nagyon-nagyon szép. Jó, úgyhogy én ennyit szerettem volna nektek bemutatni, vagyis nem ennyit, ennél sokkal többet egyébként. Nyilván az idő véges, bízom benne, hogy nagyon hasznos volt ez a kis bemutató, nagyon sok szép új anyagot láttatok, próbáljátok ki majd az akvarell palettát, ami majd azért hamarosan meg fog jelenni. Én nagyon jó szívvel ajánlom nektek, hogy tényleg nagyon-nagyon látványos, gyors mintákat tudtok vele majd készíteni. Nem kell túl gondolni, lehet, hogy elsőre nem lesz tökéletes, de ne adjátok fel, és tényleg nagyon szép kis mintákat lehet készíteni, úgyhogy sok-sok szép mintára fel talán el is készültek ezek. Egyik, másik, mindent ide kipakolunk, és akkor köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, és ne menjetek sehova, hamarosan érkezik. Ja, én is köszönöm ennek az előadását, mások, hogy szép lett, hogy szó.
tökéletes kis színe, lucca fogja folytatni, reszelésmentes szalon töltéssel. Úgyhogy érdemes velünk maradni. Sziasztok!